A legjobb árakért és kedvezményekért nézzétek meg az Eneba oldalát, a linkeket pedig mint mindig most is megtaláljátok a leírásban. Sziasztok srácok, ismét itt vagyunk egy GTA Online heti frissítéses videóban. Megjelent egy vadonatúj jármű, jöttek új játékmódok, kaptunk új pénzezési lehetőségeket és több akciónk is van a héten, úgyhogy nem is húznám tovább az időt, nézzük a részleteket. A jelenlegi hét június 22-től június 29-ig tart, a pódiumautónk a héten a Tempesta, ennek az eredeti ára 1.329.000 dollár, és egészen régen még az Import-Export update-tel került be a játékba. 7 napig mindenkinek lehetősége lesz ingyenesen kipörgetni, amihez nagyon sok sikert kívánok mindenkinek. A Price Ride-on pedig a Turismo Classicot találhatjuk, ahhoz, hogy ez is ingyenesen a tiétek legyen, a top 2-ben kell végeznetek bármelyik Los Santos Kármit versenyen, 4 napig zsinórban, ehhez is szintén sok sikert. Térjünk is rá az akciókra, 30%-kal olcsóbban tudjátok megvásárolni a héten az Itali RSX-et, a Nero-t, a Miljet-et, valamint a Mogult, és van egy 40%-os akciónk is, ami pedig a Gauntlet Classic. Ezek a leárazásaink vannak, tehát a héten nézzük a pénzszerzési lehetőségeket. Másfeles dollár és LP szorzó van a Project Overthrow küldetéseken, szóval aki még nem játszotta ki esetleg az új küldiket, az most nem csak, hogy ki tudja vinni, de még egy kicsit több pénzt is kap érte, mint alap esetben. És háromszoros szorzót kaptak az újonnan bekerült community játékmódok, amikből ismét érkezett versenyektől elkezdve deathmatcheken át, egészen a zombie survivalig minden, úgyhogy érdemes őket kipróbálni. És ott van még a kettő time trial is, az RC bandítós a Construction Site 1, a Land Vehicle-ös pedig a Sawmill, és nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy a DLC óta az RC bandítós time trialok már csak 51 ezret fizetnek, viszont minden nap változik és lehetőség van minden nap teljesíteni őket. A sima time trialok nem változtak, azok csak hetente frissülnek továbbra is, és megmaradt a 102.000 dolláros jutalom is értük. És végül, de nem utolsó sorban érkezett egy vadonatúj autó is, a Buffalo LVX, amit talán a legtöbben várthatok. 2.140.000 dollárba kerül, Imanitek upgrade-es, tehát adott esetben kibír akár több mint 10 rakétát is, de Next Gen konzolokon még a HSV fejlesztés is elérhető rá. A holnapi stream elején este 8-tól fel fogjuk tuningolni, és megnézzük, hogy mit tudnak, milyen lehetőségek vannak hozzá. És most pedig köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, iratkozzatok fel, ha még esetleg nem tettétek volna meg, hamarosan találkozunk egy újabb videóban vagy élőadásban. Én Dani voltam, sziasztok!